Sziasztok, ma van Erika! Hangosan. És nézzük is ki a hetes! Hetes! De jó! Sziasztok, hatodikán jöttem Mikulának! Sziasztok! Sziasztok! Ebben a mai videóban 5 dolgot szeretnék nektek elmondani, hogy választotok jó megfelelően az ajándékot. Az első, hogy korosztálynak megfelelően választotok ajándékot, hogy most tudjátok, hogy ki a gyereknek lesz, akkor olyat választotok, ami szerintetek őt érdekli. A második pedig, hogy olyat választotok, ami az adott életkornak megfelelően és az érdeklődési körének megfelelően van. Például mondok egy példát, van egy 60 éves néni, aki szeret horgolni, akkor vesztek neki ilyen horgolótűt. Például a harmadik, hogy színnek megfelelően. Tudjátok, hogy például az a néni, akit mondtam, aki horgol, vesztek neki horgolótűt, és neki a kedvenc színe a piros, és akkor piros színű horgolótűt fogtok neki választani. És a negyedik. Szerintem a legjobb ajándékok, amit ti kézzel csináltok, például csináltok ilyen kerámia angyalkát, amit fel lehet tenni karácsonyfára, de ezek inkább olyan személyesebbek. És az ötödik, hogy olyan ajándékot választotok, ami ránéztek az adott emberre, és akkor tudjátok, hogy na, ez az ajándék, ez tökre ráillik. Én ennyit gyűjtöttem össze ebbe a kis rövid videóba. Ha ti tudtok ilyen ötleteket, hogyan válaszunk jól és praktikusan ajándékot, azt írjátok meg kommentbe, és iratkozzatok föl, és a holnapi vlogmezbe találkozunk. Sziasztok!